Most jelent meg Schiffer András könyve, az a címe, hogy Zöld jelzés, a bemutatóra pedig ide az Írók boltjára egy csomó prominens eljött a politika minden oldaláról. Megkérdezzük őket, hogy szeretnék-e, hogy visszatérjen Schiffer András a politikába, és hogy az LMP-be térjen-e vissza, vagy máshova. Szeretné-e, hogy Schiffer András visszatérjen a politikába? Igen, szeretném. Nem, mert akkor nem lenne ilyen fontos, meghatározó értelmiségi szerepe. Szerintem ő nagyon jól tette, hogy kilépett a politikából. Nagyon jól tette, hogy belépett a civil világba. Én azt gondolom, igen. Hát ez tőle függ. De ön személy szerint kíván az LMP-be vagy más pártba? Ő tudja, hogy hova. Hát ezen még nem gondolkodtam. Talán ez az ő döntése, nem szólnék bele. Szerintem politikának nem tenne rosszat, de lehet, hogy számára igen. Egy ilyen típusú agynak, egy ilyen mentalitásnak helye van szerintem, sőt, nagyon is helye lenne a mai magyar politika életben. Volna helye szerintem most is. Amit András mondott vagy képviselt ezelőtt 20 évvel, azzal mindig összhangban van az, amit mondjuk pont most mond, vagy holnap fog mondani. Határozott és következetes politikus, úgyhogy helye van a magyar politikában. Én nagyon örülnék neki, hogy visszatérne. Én azt gondolom, Schiffer András egy olyan ellenzéki politikus volt, ami minden párt felnézett rá. Azt nem tudom, hogy Schiffer András távozott-e a politikából, hiszen azért úgy látom, hogy még a véleménye az még azért mindig mérvadó. Hát szerintem itt van. Tehát mostani könyvbemutatója is egy ékes bizonyíték arra, hogy András egy úgynevezett politikai állat, tehát hogy nem tud nem politikával foglalkozni. Én bevallom, hogy imádnám, én szeretném, igen. De az LMP-be, vagy esetleg megbocsátaná, hogyha más pártba? Én Andrásnak mindent megbocsátok. Szeretném, hogyha erről ő hozna döntést. Nekem hiányzik. Melyik pártba kéne, hogy visszatérjen, az LMP-be, vagy esetleg a Párbeszédbe? Hát ez egy érdekes kérdés. Szerintem, amit az András ideológiailag gondol, azt szerintem közel áll valahoz, amit a Párbeszéd képvisel, de amit politikai pozíciósra gondol, az meg nyilván közelebb van. Nem is tudom, hogy kihez, az LMP-hez biztos, mint a Párbeszédhez. Nekem hiányoznak a vitáink, meg a beszélgetéseink Schiffer Andrással. Igen, én szeretném, hogy... Nem szokta győzködni az LMP-seket a parlamentbe, hogy vegyék vissza? Én ez nem hiszem, hogy az én dolgom lenne. A politikában mindenféleképpen igen. És az LMP-be? Mert látom, hogy elgondolkodtál. Ebben már annyira nem vagyok biztos. Szerintem az, hogy András milyen okokból lépett ki, abban nagyon sok igazság volt. Szerintem még sokat kell dolgozni, hogy ezek az okok elháruljanak. Az LMP-nek jót tenne, ha visszatérne? Hát nem tudom. Valójában nem nagyon szoktam azon gondolkodni, hogy mit tenne jót az LMP-nek. Ön örülne, ön visszavárná személy szerint az LMP-be? Igen. Én sok más LMP-st is visszavárnék. Én azt gondolom, hogy az ellenzéket kár lenne most már tovább osztani, úgyhogy én személy szerint nagyon örülök neki, hogy az LMP-be térne vissza. Itt van Karácsony Gergely is, nagyon sok ilyen alapító eljött. Bemenni a Párbeszédbe már csábítaná tőletek. Hát András most úgynevezett senki, a politikai senki földjén van, de a zöld alapállás az mindmáig megvan. De lehet, hogy a Párbeszédbe csak akkor menne vissza, hogy szakítanak a szocialistákkal. De ez a párt a Párbeszédre jött létre, úgyhogy mi nem szoktunk szakítani a szocialistákkal. Akkor most lemondanak Schiffer Andrásról tulajdonképpen ez szerint. Hát fájó szívvel, igen. Nem érzem reális forgatókönyvnek. Nem szereti a kizárólag pártlogika alapján való gondolkodást, már pedig a politika mai világában ez az, ami elvárt. Volt egy próbálkozás, tehát ami kiderült a névből, hogy lehet más a politika, és ez a próbálkozás nem jött be. Nem azért lépett ki a politikából, hogy két évre rá azonos körülmények között visszalépjen a politikába. Tehát ő azért lépett ki a politikából, mert azt látta, hogy a politika kiüresedett. Nem látom be, hogy az elmúlt két év alatt annyit változott volna a politika Magyarországon, hogy most Schiffer Andrásnak ezt a döntését ezt felül kéne vizsgálnia. Én nem gondolom, hogy a mai politikai palettán van olyan párt, amelyikben őt megtűrnék. Akkor újat kéne alapítani ezt szerint? De lehet, hogy ehhez egy új időszámítást és egy új politikai alakulatra lenne szükség. És ahhoz mit szólna, hogyha Schiffer András adott esetben egy külön formációt alapítana? Megharagudná érte? Nem, annak is örülnék. Nagyon örülnének, hogyha visszatérne a politikába. Mondjon nekik valami biztatót. Hát a biztató az, hogyha például itt a munkatörvénykönyve kapcsán túlhúzza a drótot a Fidesz, akkor kialakulhat egy olyan légkör, ahol
érdemben lehet megszervezni az alternatíváját a Fidesznek. Egyebekben, ahogy nézem a mai dinamikákat a magyar pártpolitikában, én áldom az eszemet, hogy időben kiszálltam belőle. Egy tízesek ellen mekkora az esély annak, hogy ők végül is örülhetnek-e és visszatérőn a politikába, akkor mekkora az esély egy tízesek ellen? Ötös. Akkor ez egy egész jó. Ez pont a közepe. Én úgy tudom, hogy ő világosan kifejezte, hogy nincsen ilyen szándéka. Most azt mondta, hogy ötös. Egy tízes skálán ötös a valószínűség. Ez lehet, hogy akkor vagy igen, vagy nem. Ez új fejlemény, ezt ő tudja. LMP-ben ön szívesen viszont látná személy szerint? Én úgy tudom, hogy neki nincsen ilyen szándéka.